Srácok, ne felejtsétek el megnézni az Enebának az oldalát, továbbra is rengeteg játékkal, kiegészítőkkel és hát természetesen a legjobb árakkal várnak titeket, illetve továbbra is él a Dani Gaming kód, amellyel 3%-os kedvezményt kaptok minden vásárlásotok után, szóval használjátok ki, a linket pedig megtaláljátok a leírásban. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Ebben a mai videóban a tegnap megjelent vadonatúj DLC-ről fogunk beszélni, illetve hát az e-heti frissítésről. Ezt fogom nektek bemutatni, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, vágjunk is bele, és hát lássuk, hogy mi mindent kaptunk a tegnapi nap folyamán a Rockstar jóvoltából. Körülbelül délelőtt 11 órakor megjelent a Los Santos Tuners DLC, előbb konzolokra, majd egy kicsivel később PC-re is. Hogyha szeretnétek ti is belevágni, akkor az LS jelet keressétek a térképen, oda kell ugyanis elmennünk, hogyha szeretnénk elindítani magát a DLC-t. Miután megérkeztek, látni fogtok egy amolyan intrót, egy bevezetőt, amely felvezeti azt, hogy miről is fog majd szólni ez a frissítés. Hát természetesen, ahogy azt már korábban kifejtettem, és a streamben is láthattátok tegnap, hogyha ott voltatok, az autóké a főszerep, tuning talik, versenyek, utcai és tesztpályások egyaránt, új tuningolási lehetőségek, rengeteg új autó, és még nagyon-nagyon sok minden más is jött. Az autók kedvelőinek kedvez elsősorban ez a DLC, de azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja benne a szórakozását, hiszen nem csak a Los Santos Car Meet-et kaptuk meg, ami egy ugyanolyan közösségi tér, mint például a Casino vagy a Music Locker, hanem egy megvásárolható ingatlant is, az Auto Shop-ot, amelyet a Foreclosures oldalról tudtok megvenni, és érdemes így tenni, hiszen ezáltal kinyílik előttünk a lehetőségek ajtaja, kapunk egy 10 férőhelyes garást, egy saját tuning műhelyet, melyben 5% kedvezménnyel tuningolhatunk, saját hálószobát, egy kis játéksarkot arcade gépekkel, és ami a legfontosabb mindközül, egy planning roomot, ahonnan vadonatúj contract küldetéseket indíthatunk, változó jutalmakkal, de nagyjából olyan 150 és 200 ezer dollár közötti összegekkel kell számolni, ami szerintem egyáltalán nem rossz, hiszen nem nehezek, sem a setupok, sem pedig maga a fő küldetés. Ezek ráadásul folyamatosan változnak, mindig újak jönnek, ha végeztetek az előzővel, tehát ha nem is egy heist szintű dolog, de mégis érkezett azért pénzszerzési lehetőség, amellyel ráadásul nagyon jól el lehet szórakozni, mert rettentő érdekesek és nagyon ötletesek az új küldetések, szóval mindenkinek csak ajánlani tudom ezeknek a kipróbálását, illetve hát magának az autósoknak a megvásárlását is. A Los Santos Car Meet és az autósop mellett érkezett még rengeteg új ruha, amiket a Car Meet helyszínén tudtok megvásárolni, azonban fontos, hogy csak is reputation pontok megszerzésével tudtok feloldani. Hát nem azt mondom, hogy mindet, de lehet, hogy mindet is, ezt nem néztem meg. Azonban pánikra semmi ok, holnap érkezik a videó erről, amiben meg fogom mutatni, hogy hogyan fejlődhettek gyorsan és hogyan szerezhettek minél több pontot, minél rövidebb idő alatt. Aztán elérhetővé vált a 10 új autó is, ebből 4 a Legendary Motorsport oldalon, 6 pedig a Southland San Andreas weboldalon található meg. A frissítéssel együtt érkezett egy új autónyerési lehetőség is, tehát már nem csak a pódiumon lesz egy ingyenesen megszerezhető kocsi, hanem itt is, ami ezen a héten nem más, mint az Ennis Remus. Ennek a megszerzéséhez teljesítenünk kell a Prize Ride kihívást, ami a jelenlegi héten csupán annyiból áll, hogy 3 egymást követő napon az első 3 helyezett közt kell végeznünk az utcai versenyek során, és már miénk is lesz ez a gyönyörű új járgány. Az utcai verseny indítását önálló tudjátok megtenni, előtte azonban Miminél meg kell vásárolni a tagságot, melynek ára 50 ezer dollár, ezt is érdemes megvenni, hiszen rengeteg dolgot feloldhatunk vele, többek között 6 új versenyt, a mod shopot, a merch shopot, vagyis a ruhaboltot, és magát a nyereményautót is, 50 ezer dollár pedig én azt gondolom, hogy nem vészes, főleg a GTA Online árahoz képest, és főleg annak tudatában nem, hogy csak egyszer kell kifizetni. És azt hiszem, hogy nagy vonalakban elmondtam mindent a DLC tartalmairól, legalábbis azokat biztosan, amik fontosak voltak. Természetesen minden nap jönni fognak a bemutató videók, most azonban térjünk rá a heti frissítésre, és lássuk annak a részleteit is. Ahogy már említettem, az e-heti Prize Ride az Ennis Remus, a kaszinóban lévő pódiumra pedig az Ocelot Lynx került fel, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok mindenkinek a kettő autó megnyeréséhez. Van néhány belépési bónusz is ezen a héten, ezek a következők. Mindenki, aki belép a GTA Online-ba ezen a héten, megszerezheti ingyen a Race and Chase játékgépet az autósokba, aztán mindenki, aki belép a játékba és elmegy a Car Meet területére, megkapja a Los Santos Customs Versity kabátot,
Akik pedig vesznek tagságot, ők egy új festést oldhatnak fel a jövő héten érkező Pfister Comet S2-höz, akik pedig részt vesznek egy sprint futamon, ők megkapják a Rockstar Yellow felsőt, és hát végül, de nem utolsó sorban, mert még mindig nem értünk a végére, mindenki, aki eléri a 20-as rankot a CarMeet Membership keretein belül augusztus 17-éig, gazdagabb lesz 250 000 dollárral, de ez még odébb van, hiszen augusztus 17-ig azért van még idő bőven, és ahogy mondtam, nem kell aggódni, hiszen holnap jön ezzel, vagyis a gyors szintlépéssel kapcsolatban egy videó, amivel szerintem fogok tudni segíteni mindenkinek. És már csak egyetlen dolog maradt hátra, az pedig az e-heti akciók, 30%-kal olcsóbb a Maibatsu Penumba FF és az Elegy Retro Custom, 40%-kal pedig a Vapid GB 200, a BF Club, a Lampadati Michelli GT, a Savestra, a Karin Sultan és a Vapid Dominator GTX is. Ennyi tehát az e-heti frissítés, de nyilvánvalóan itt most a DLC volt a lényeges, úgyhogy összességében ezek azok, amik a tegnapi nap folyamán érkeztek és bekerültek a játékba. Holnap találkozunk tehát egy videóban és egy streamben is. Nagyon remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a videóval. Köszönöm, hogy itt voltatok. Én Dani voltam. Sziasztok!